Üdvözöllek, most szeretnélek megismertetni az olasz oldal regisztrációjával. Ahhoz, hogy az NPC Risk termékeiből kedvezményesen tudj vásárolni. Természetesen ez a regisztráció azoknak is lehetőséget biztosít, akik az üzleti részével is szeretnének foglalkozni. A link segítségével, amit megkaptál valamelyik oldalról, eljutottál a regisztráció első lépéséhez, ahol a feltételeket kell elfogadni, és el is fogadjuk. Automatikusan a szponzorod ID-száma fog benne szerepelni, illetve egy raktár, ebben az esetben a 201-es. Ezt már nem szükséges ugye így kiválasztani, hiszen automatikusan benne van. Az első mezőbe jön a te személyigazolvány számod, de ide az első rublikába csak 2 nullát írunk, és ezután jön a te személyigazolványod betűjele, majd csak ezek után jön a szám. Ha nem kívánod megadni a személyigazolványod betűjelét, akkor ezt ki lehet törölni, és 2 nullával pótolhatjuk. A következő mezőbe a személyigazolványod kiállítási dátuma jön, de elsőként a napot írjuk, majd utána a hónap és év, tehát 30-a, 8. hó, és mondjuk 2005. Következő mezőbe jön a személyigazolványod kiállítási helye, ez mondjuk Okmányiroda Szeged, ezt megtalálod a személyigazolványodon, hol állították ki, és csak ezek után jön a te vezetékneved, mondjuk Balog, és Edina. De ha két kereszt név is szerepel, akkor így írjuk be, és ezután egy nagy X-et teszünk, hiszen mi köztes nevet nem használunk. Ezek után választjuk ki a nemet, elsőként a férfi, majd másodikként a nő, ebben az esetben ugye a nőt választjuk. Ezután jön a te születési dátumod, de szintén nappal kezdjük, mondjuk 15-e, május, és mondjuk 1966. Ezek után jön a te e-mail címed, amit ide be kell írni. Próba@gmail.com ebben az esetben. Ha az orosz oldalról szeretnél hírlevelet kapni, akkor ezt betipálhatod, ha nem, akkor ezt üresen hagyjuk. Ezek után jön a te saját telefonszámod, de elsőként a körzetszámot, ugye a 30, ebben az esetben a 36-os körzet Magyarországot választjuk, és utána jön a telefonszámunk. Más számot írunk. Következő mezőt üresen hagyjuk, és már csak egy jelszó az, ami kell, hogy jöjjön. Ha mindent kitöltöttünk, és rendben találtunk, akkor jöhet a regisztráció. Igen, itt leellenőrizzük, jól adtuk-e meg a telefonszámot, e-mail címünket, személyigazolvány számunkat, itt látható a szponzorod neve és ID-száma, és a te neved, de ebben az esetben még itt nem fogod látni a saját ID-számodat, vagyis regisztrációs számodat, hiszen meg kell erősíteni a regisztrációt, amit meg is erősítünk, és itt láthatod most a saját ID-számodat, ebben az esetben 29.629, és kész is van a regisztráció. Ha a regisztrációdat elkészítetted, kérlek, vedd fel a szponzoroddal a kapcsolatot.